Köszöntöm kedves nézőinket! Október 17-én kedden délelőtt tartotta a partnerségi egyeztetését a város önkormányzata és a Microline Kft. A fenntartható városi mobilitási terv kapcsán érdemes lesz velünk tartani, hiszen ezzel foglalkozunk az esti mérlekben. A mobilitási tervre az erős forgalom miatt a nagyvárosokban van szükség. Székesfehérvár önkormányzata a közlekedés fejlesztéshez kapcsolódó igényfelmérést indított az elmúlt hónapokban. Egy olyan kérdőívet állítottak össze, amelynek kitöltése közvetlen hatással lehet a szakértői döntésekre, és nagyban hozzájárulhat a közösségi közlekedés sikeres lebonyolításához. Az eddigi visszajelzések szerint Székesfehérváron a zsúfoltság jelenti a legnagyobb problémát. Elhangzott itt a esemény kapcsán, ami ugye nagyon fontos itt a mobilitási tervet érintve, hogy ugye a 100 000 fős vagy ugye a 100 000 feletti lakossággal bíró városokban indítják el ezt a tervet. Mit tartalmaz ez pontosan nagy vonalakban, illetve miért fontos ez a városunknak? Gyakorlatilag a mobilitási terv azokat a városfejlesztési elképzeléseket fogja vizsgálni, társadalmi hatásait, közlekedési hatásait és egyéb hatásait, amiket a közeljövőben megkívánunk valósítani, és nagyon fontos az a szemléletformáló hatása ennek, ami ezzel jár természetesen, tehát hova tegyük a prioritásokat, többféle mobilitási mód választható, a kerékpározás, a gyaloglás, közösségi közlekedés, vagy épp az egyéni gépjármű használat, de nem mindig minden esetben csak egyfélét jó használni. Ezekre keressük most a válaszokat, illetve most a kihívásokat nézzük meg jelen pillanatban, tehát egy helyzetfeltáró értékelést mutatunk be, illetve még várjuk a véleményeket a közlekedés problémáiról. És ha már ugye kérdésfelvetés vagy válaszadás, hogyha már itt tartunk, ugye egy kérdőívet is közzétettünk ugye az interneten, ami még most is aktív, és ki lehet tölteni. Ez miket tartalmazott, illetve eddig a visszakapott válaszokból vagy visszajelzésekből mi a tapasztalat? Nagyon nagy a városlakók aktivitása a kérdőív kitöltésében, ezt köszönjük szépen. Gyakorlatilag nagyon sok információt hordoznak ezek a kérdések. Egyrészt azt tudjuk vizsgálni, hogy mi a közlekedési módok megoszlása a városban, milyen arányban vesznek részt a személygépkocsik, milyen arányban a közösségi közlekedés, vagy akár a kerékpározás. Ez egy nagyon fontos mérője az európai városoknak, egy városunknak is. És utána tudjuk azt vizsgálni, hogy ezeket az arányokat tudjuk-e eltolni olyan értelemben, hogy ez a fenntartható közlekedést biztosítsunk a városban. Tehát lehet, hogy nőne az egyéni gépjármű használat, további növekedésre lenne igény a jelenlegi úthálózaton, vagy a jelenlegi beépítettségi viszonyok mellett ezt nem tudom biztosítani. És ilyenkor meg kell keresni az egyéb megoldási lehetőségeket. És ugye láthattuk az ábrán, ami egy nagyon szembetűnő eredmény vagy értékelés, hogy 50%-ban veszik igénybe a gépjárműveket, és ugye emellett nagyon eltörpül a kerékpáros közlekedés. Igen, ez valószínű az infrastruktúrális problémákat is mutatja, illetve mellette volt egy másik mérőszám, hogy a válaszadóknak milyen nagy százaléka birtokol kerékpárt egyébként, csak nem használja, tehát ez azért azt az információt adja, hogy ő használná, akár a mindennapokban is, hogyha megfelelő tárolásokat, megfelelő hálózati kapcsolatokat adunk. Most ugye problémafeltárás van, a következő lépés pedig a válaszok a problémákra, ez egy néhány hónapos munkát követően fog megjelenni majd. A közlekedés tekintve a városban melyik a legnagyobb probléma? Gyakorlatilag a zsúfoltság a legnagyobb probléma, és a zsúfoltságból adódóan csomóponti kapacitásokkal van probléma itt a területi. Nem tudunk nagyobb csomóponti területeket építeni, hogy nagyobb legyen a kapacitás. A másik pedig a gépjármű tárolási probléma. Ez jellemző a lakótelepekre éjszaka, illetve a belváros környékére napközben és éjszaka is. Tehát ezekre keressük a válaszokat. A terv elkészítésénél fontos a nyitott és komplex látásmód, fogalmaz a szakember. Milyen elv mentén készül a SUMP, hogyha egy kicsit magyarosan akarjuk mondani, és lehet így, illetve minek a mentén? Hát a mobilitási terv a SUMP-nak az egyik fő szempontja a fenntarthatóság, környezeti, társadalmi és a gazdasági fenntarthatóság, és ez a három szempont alapján próbáljuk a meglévő, illetve az újonnan jövő fejlesztési igényeket rendszerezni.
Milyennek pontosan a célja a lakosságot tekintve? Hát szeretnénk egy olyan, főleg közlekedési szempontból kialakított jövőképet, ami ezt a fajta fenntarthatóságot tudja biztosítani, akár a következő rövid távú időszakban, akár egy hosszabb távot tekintve. És ugye volt arról is szó, hogy hát tulajdonképpen ez egy komplex, nyitott látásmódot igényel ez a stratégia, ez mit akar pontosan? Nem csak mi szakemberek az íróasztal mellől szeretnénk ezt a koncepciót megalkotni, hanem a helyieket, akik ebben majd élnek, akik ezt a közlekedési rendszert használják, szeretnénk minél szélesebb körbe bevonni. Erre már az igényfelmérések kapcsán a lakossági kérdőívezés, illetve a mostani munkacsoporti egyeztetések is teret adtak, illetve ugyanezt a metodikát szeretnénk folytatni a programidőszaknak a kialakításában. Mi a visszajelzés, mi a tapasztalat a kérdőív kapcsán, ami egyébként még aktív? Igazából amiket nagyjából bemutattunk az eladáson, akár a közösségi közlekedés, akár az egyéni közlekedés, vagy a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban fogalmaztam meg észrevételeket, kritikákat, voltak pozitív visszajelzések is, de most mi leginkább a kritikus észrevételekre voltunk kíváncsiak, hiszen az egyik fő feladatunk az, hogy egy javuló és fenntartható rendszert hozzunk létre. Itt a városban, Fehérváron mi a tapasztalat a gépjármű használók kapcsán? Növekszik ez a szám, vagy jelenleg miről számolhatunk be a számokat tekintve? Azért a városnak a gazdasági potenciája az a gépjármű használat, egyéni gépjármű használatban is látszik. A gazdasági válság idején egy nagyon kicsi visszaesés volt tapasztalható, de ez azóta megfordult, és folyamatos növekedés látható az egyéni gépjármű használat tekintetében. Mik a jövőbeni tervek, hogyha mondhatjuk így, akkor a másik fázis kapcsán? Elkészült egy vizsgálati anyag, amit szeretnénk kiegészíteni a mostani munkacsoporti egyeztetéseken elhangzott véleményekkel, kiegészítésekkel, kritikákkal, és elindul egy olyan programfázis, vagy már elindult egy olyan programfázis, ahol a meglévő terveket rendszerezzük, összekapcsoljuk, felülvizsgáljuk, és ezeket egy egységes, a fenntarthatóságot figyelembe vevő elvek mentén egy egységes anyagba foglaljuk. Itt kialakul egyfajta prioritása majd a tervezett beruházásoknak, értékelése, ezeknek az egymásra hatásait megvizsgáljuk, hol erősítik, esetleg hol gyengítik egymást az egyes beavatkozások, illetve ez a fajta fenntarthatóság egyében milyen egyéb eddig nem feltárt fejlesztésekre, beavatkozásokra lesz szükség, ezt is megpróbáljuk meghatározni. Tehát ugye ezek még csak tervek, illetve elgondolások, de nagyon fontos, hogy kiemelte, hogy nem szeretnének új rendszert kialakítani, hanem mindenképpen az eddigit újra gondolni, vagy átgondolni. És itt is szó esett a tömegközlekedés kapcsán arról is, hogy ugye ez is egy fontos probléma a város tekintve. A város egyik legnagyobb, a város életében az egyik legnagyobb változása az intermodális csomópontnak a megépülése, remélhetőleg a közeljövőben ez megvalósul. Ez mind a helyközi közlekedést, mind a helyi közlekedést nagyban át fogja formálni. Itt egyrészt lesz majd egy hálózati változás, vélhetőleg pozitív irányba, és ez mellé mindenképpen egyfajta szemléletformást is mellé kell tenni, és így elérhető az, hogy a közösségi közlekedés használók aránya nem fog csökkenni, vagy remélhetőleg az eredmény az lesz, hogy növekedni is. Hogyan lehetne közelebb hozni ezt a városlakókhoz, a tömegközlekedést magát? Ez egy nagyon nehéz kérdés. A vélemények között is azért két szempont volt az, ami kiemelkedett a többiből. Az, hogy egy közlekedési rendszerrel kapcsolatban a közlekedőtnek az az elvárása, hogy gyors legyen és rugalmas. Ezt leginkább most az egyéni közlekedést tudja biztosítani. A mostani közösségi közlekedési rendszerünkkel nagyon nehezen tudjuk ezt a fajta igényt lekövetni, vagy versenyhelyzetet teremteni az egyéni közlekedéssel szemben, és ezért a rendszer kialakítása, a különböző rendszerelemek összekapcsolása, itt gondolok a díjpolitikára, akár a parkolási rendszer összekapcsolása a közösségi közlekedéssel, akár a parkolási díjaknak a kialakítása, ez mind-mind olyan jellegű megoldásokat adhat, részmegoldásokat, amelyek, hogyha egy egységes rendszer részét képezik, akkor lehetőség van arra, vagy remélhetőleg mód van arra, hogy a közösségi közlekedés valamely eleme irányába mozduljon el a közlekedési mód választás. Az autósok elsősorban rugalmas és gyors közlekedésre vágynak, derül ki a felmérésből.
Az önkormányzat célja pedig az, hogy a lakosság igényeit kielégítse, vagyis egy egységes közlekedési rendszert alakítson ki. Kedves nézőink, ez volt mára az Esti Mérleg, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen érdemes. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!